A mostani beszélgetésünk egy komolyabb részét természetesen a Kína-Tajvan Egyesült Államok háromszög fedi majd le, de kezdjük talán onnan, hogy te ugye hosszú éveket töltöttél Kínában, Pekingben és legutóbb a hongkongi tüntetések, illetve a Covid kitörése idején is beszélgettünk itt a Karc FM hullámhosszán. Folyamatosan figyeled a helyi sajtót, és persze a közhangulatra is komoly rálátásod van. Mit lehet elmondani az ukrajnai háború kínai megítélésével kapcsolatban? A pekingi vezetés szerinted mennyire figyeli a távolból a konfliktus, és mennyire igaz a, hát erre a csendes szemlélődésre való utalás? Én szerintem talán a legfontosabb és az első számú dolog, amit most a pekingi vezetés és az őket támogató kínai elit csinál, az pont, amit mondasz, az a csendes szemlélődés, az ukrajnai események tapasztalatainak levonása kínai szemszögből. Hiszen, ahogy ugye ezt már a felvezetődben is jelezted, valóban ugye itt a tájvani helyzet szempontjából van nagy jelentősége Kína számára, az, hogy mi történik Ukrajnában, és hogy hogyan reagál rá a nyugati világ, úgyhogy igen, én azt hiszem, hogy itt abszolút a prioritás és az első számú feladat az a bizonyos csendes szemlélődés, a legfontosabb tapasztalatok levonása. Nyilván nem elvárható egy kínai berendezkedésű, illetve hát egy Kínáról általunk ismert berendezkedésű országban az, hogy mondjuk a sajtó ugyanolyan sokszínű legyen, mint akár Magyarországon, vagy Európa más részein. Mennyire egyöntetű az egész ukrajnai háborúnak a megítélése Kínában? Van egy központi narratíva, hogy azt ugye az ilyen vezetési országoknál azért feltételezhető, vagy azért kiegyensúlyozottabb ez a történet? Én azt hiszem, hogy kínai sajtót illetően és a kínai közvéleményt illetően egyre kevésbé beszélhetünk bármilyen kiegyensúlyozottságról, vagy ellenvéleményről. Ugye ezeknek az időknek nagyjából most legalábbis egy darabig, tehát ez a fajta ilyen konszolidáció, vagy nyitottabb, szabadabb gondolkodás, párbeszéd ideje, ez hogyha nem is csenget le teljesen, de jelentősen korlátozódott. Úgyhogy ennek megfelelően igen, hát van egy jelentős narratíva, amit képvisel az angol nyelvű sajtóban, ugye elsősorban a Global Times, illetve a Renminbi, a kínai sajtóban, ez ugye nagyjából egyébként egy szervezet, egy céghez, egy struktúrához tartozik, és abszolút az Egyesült Államok hegemón világuralmi szerepének a kihangsúlyozására irányul ez a narratíva, amire ugye mindenki az áldozata, leginkább az ukrán nép, de azért Oroszországot én nem nagyon láttam, hogy sűrűn elítélték volna ezek a sajtóorgánumok. És azzal kapcsolatban, hogy mondjuk meddig eszkalálódott ez a háború, milyen a kínai hozzáállás? Tehát meddig látnak, vagy meddig merészkednek előre mondjuk az elemzésekben, vagy ezekben a sajtóhírekben, amelyek nyilván üzenetként, a pekingi vezetés üzeneteként is értékelhető? Abszolút, igen, így van. Tehát ezek alapvetően üzenetértékű cikkek, vélemények. Egyébként rengeteget fejlődött a kínai sajtó, hogyha nem is a nyugati sztenderdek, vagy európai sztenderdek alapján beszélünk sajtóról, de mint újságírói, szerkesztői szempontból rengeteget fejlődnek. Én egyébként különösen a karikatúrákat értékelem, tehát ezek ilyen elképesztően szellemesek, és hát ugye aztán az Egyesült Államok mindenféle szimbólumrendszerben elég kikirtésítés módon megjelenik, ilyen hallgatóknak javaslom, hogy néha nézzenek rá ezekre a felületekre. Azt, hogy mennyire látják ennek a konfliktusnak a végét, hát nem, ennek szerintem most senki se látja a végét. Kínában sem látják a végét. De forgatókönyvek azért gondolom megjelennek, hogy ha és amennyiben ez történik, a napokban az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov már atomfenyegetésről és harmadik világháborúról beszélt, aminek valós a veszélye szerinte. Ezeknek a kínai interpretációja hogyan jelenik meg? Persze, tehát ezek a headline-ok, ezek abszolút a kínai sajtóban is dominánsak, és ott vannak. És hát ezt ugye senki se szeretné. Az eszkalációt azt Kína sem szeretné, már csak azért sem, mert akkor még inkább belekényszerül abba a helyzetbe, amit ugye szintén csak a felvezetőben lényegében jeleztél, hogy most akkor vagy, hogy akkor valahol előbb-utóbb egy egyértelmű lépést kell tenni, vagy ebbe, vagy abba az irányba, de ez a
távolságtartás, ez akkor ugye elmosódik, minden jobban eszkalálódik a háború. Úgyhogy az senki, az Kína különösen nem szeretné, hogy itt ez akár regionális, akár globális, vagy hát különösen nem az, hogy globális méreteket öltsön, és hát ugye ennek megfelelően ez igazítják szerintem a stratégiájukat is. Ugye ami érdekes az az, hogy lehet-e stratégiát alkotni egy olyan helyzetben, ahol naponta, hetente változnak a körülmények. És szerintem a válasz az, hogy nem lehet. És igazából a kínai vezetés, a kínai stratégiaalkotás döntéshozatalban, és most egy kicsit elrugaszkodom a konkrétan az ukrán helyzettől, de nyilván most ennek kapcsán beszélek erről. Itt ugye Kína stratégiai szinten nagyon jó, tehát abban a kínai kommunista párt, a kínai vezetés nagyon jó, hogy hosszú távra, akár 100 éves időtávokra ilyen nagy stratégiákban gondolkodjon, viszont abban a pillanatban, hogy ilyen válságos időszakok kezdődnek meg, mint például a Covid, vagy akár az ukrán háború, és itt ugye érdekes kérdés az, hogy mennyire tudta előre Kína azt, hogy lesz-e egyébként Ukrajnában háború és orosz invázió, tehát amint ilyen konfliktusos helyzet adódik, na ott mutatkozik meg a kínai kommunista pártnak és ennek az autoriter döntéshozatali struktúrának a korlátoltsága. Na hát, ha már kitértünk ide, akkor mennyire volt tiszta a kristálygömbjük a kínaiaknak az ukrán konfliktus elején? Hát ugye ez az egyik központi kérdés most a Kínát követő, a kínai döntéshozatalt, meg a Kínát követő nemzetközi elemzők között. Nagyjából ketté lehet osztani a támogat, hogy az egyik rész az mondja, hogy hát itt Kínát egy ilyen nagyon kellemetlen helyzetben sodorta Vlagyimir Putyin és az orosz vezetés ezzel a háborúval, mert hogy nem jelezték előre. Annak ellenére, hogy pár héttel ugye az invázió előtt, a Peking olimpia elején, aztán február 4-én talán egy közös nyilatkozat született Oroszország és Kína között, ami azért volt izgalmas, mert Kína ebben a nyilatkozatban elítélte a NATO keleti terjeszkedését, tehát kiállt amellett az orosz követelés mellett, évtizedes orosz követelés mellett, hogy a NATO ne terjeszkedjen keleti irányba. Na most ugye kérdés az, hogy ekkor tudott-e Xi Jinping és a kínai vezetés arról, hogy itt már készül egy orosz invázió Ukrajnával szemben, de hát ugye erre nincsenek nagyon egyértelmű bizonyítékok. Én talán volt egy olyan cikk, hogy kínai tisztviselők, kínai vezetők arra kérték az orosz felet, hogy legalább ne a pekingi olimpia alatt vagy azelőtt indítsák meg az inváziót, ami ugye arra utal, hogy akkor tudtak az invázióról, mielőtt aláírták ezt a bizonyos közös kommunikét, ergo akkor Kína is valahol részese ennek az inváziónak, vagy egy támogatója, de ahogy mondtam, ugye erre nincsenek egyértelmű bizonyítékok, ezek ilyen amerikai, hiszen még európai hírszerzési jelentésekben megjelent információ. Világos, és hát hogyha mondjuk akkor az invázió kezdete előtt Kína állást foglalta a NATO terjeszkedése ellen, akkor most, hogy Svédország és Finnország is a hírek szerint kéri felvételét az Észak-Atlanti Szövetségbe, gondolom ez még kevésbé lesz szimpatikus a pekingi vezetés szemében. Abszolút. Megjelent ez egyébként kormányzati szinten valami kommunikében? Ez ennek a lépésnek az erre adott reakció? Én nem láttam, hogy konkrétan itt akár Finnországot, akár Svédországot támadták volna, azért mert jelezték NATO csatlakozási kérelmüket meg. Ugye ez még, hogyha jól tudom, akkor ez még továbbra is csak a kommunikáció szinten történik. Tehát ugye ez is olyan érdekes, hogy most akkor konkrétan milyen csatlakozási szándékok, illetve csatlakozási folyamatban milyen lépéseket és hol tartanak ezek a procedúrák. Mindegy, tehát én azt látom, hogy ez most még Kína nem is érdekelt abban, hogy ilyen szinten belefoljon ebbe az egész konfliktusba. Látványosan a kínai oldalról a kommunikáció, a diplomácia, az a távolságtartás és a távolmaradás. Attól függetlenül, hogy ők egyébként, nekem az a véleményem, hogy szerintem Kína inkább érdekelt abban, hogy ez a konfliktus elhúzódjon, és lehetőleg ne a teljes orosz gazdaság és a teljes orosz védelem, tehát maga az orosz politikának, stratégiának az összeomlásával végződjön, hiszen ugye Kína most figyeli meg azt, hogy a nyugati világ
mire képes egy ilyen helyzetben, és hogy mire számíthat abban a helyzetben, hogyha mondjuk adott esetben egy kínai invázió Tájvánt támadja meg. Erre térünk rá azon, amíg egy kérdés erejéig az ukrán konfliktus mentén haladva, a gazdaságát, a kínai gazdaságot mennyire tépázta meg, vagy cincálta meg ez az egész háborús konfliktus? Vannak veszteségei, komoly értékelhető veszteségei a pekingi vezetésnek? Hát itt ugye közvetett, a szankciók közvetett hatását emlegetik szakértők, hogy az talán negatívan hathat a kínai gazdaságra, de azért alapvetően én úgy gondolom, hogy legalábbis a korábbi tapasztalatokból indulva, hogy a 2014-es Krím elleni, tehát ugye Ukrajna elleni orosz invázió idején Kína nagyon jó üzleteket kötött Oroszországgal, sőt, akkoriban indult el ez a máig tartó és egyre látványosabb barátkozási folyamat, és azért ennek egy elég erős gazdasági alapja van, ami onnan kezdődött, hogy megkezdődött ez a fajta szankciók általi gazdasági politikai elszigetelése Oroszországnak. Tehát, ha ebből indulunk ki, most ugye sokkal szigorúbb a úgymond szorosabb a gyeplő, nagyobb a figyelem, hogy Kína mennyiben fog nyerészkedni ebből a helyzetből, de szankciókat nem vett ki, de azt árgú szemekkel figyelik a nyugati országok, hogy vajon kihasználja ezt a helyzetet Kína, és valamilyen gazdasági hasznot húz az orosz elszigetelésből. Ami egyébként érdekes, és itt most kicsit talán visszatérnék arra, hogy tudott-e a pekingi vezetés arról, hogy itt valami történik, hogy talán azért sincsenek most arra utaló jelek, hogy Kína nyerészkedne a háborúban, mert pont abban a február 4-i kommunikében, amiről beszélgettünk, amiben Kína elítélte az Oroszországot sértő NATO bővítést, ugyanebben a kommunikében megkötöttek energiakereskedelmi megállapodásokat a következő 10 évre. Tehát ugye talán megint csak következtethetünk arra, hogy valamit mégiscsak sejtett Peking, és előre hozta igazából ezeknek a szerződéseknek a megkötését, megújítását. Akkor térjünk rá a másik nagy témára. Számos elemzésben megjelent, hogy Ukrajna után felkészült Tajvan, ott törhet ki legközelebb valamilyen konfliktus, nem feltétlenül ebben a mostani formában. Erre utal az is, hogy számos amerikai projekt, rengeteg delegáció és szervezet jelent meg az utóbbi időben a Szigetországban. Egy Tajvan ellen irányuló fenyegetés csak növelné az Egyesült Államok és más nyugati demokráciák szimpátiáját és támogatását a Szigetország irányába. Így fogalmazott a tajvani védelmi miniszter, miután Kína hadgyakorlatokat végzett nemrég a közeli tengereken. Ez mennyire megint csak az üzenetek szintjén értelmezendő vagy kezelendő, és a tajvaniak mennyire hisznek ebben az egész amerikai demokrácia exportban? Én azt hiszem, hogy Tajvan az egyik legjelesebb, és lehet így fogalmazni, a legeminensebb képviselője az amerikai demokráciának és ennek az exportjának, úgyhogy én azt hiszem, hogy legalábbis kormányzati szinten egészen biztosan, de még talán lakosság szintjén is nagyrészt hisznek, és ők elkötelezettek ennek az életformának, ennek a politikai struktúrának a képviseletében és folytatásában. És igen, ugye hát ezt az egészet ezt elsősorban a nagy testvér, a öböl túlpartján kínai mainland China, ugye a szárazföldi Kína az, ami ezt veszélyeztetheti. És igen, ahogy mondtad, ugye itt most megint voltak a gyakorlatok, bár igazából azok aránylag gyakran vannak. Gyakorlatilag 2020 tavasza, nyara óta gyakorlatilag minden egyes nap belépnek a tajvani, nem légtérre, tajvanak nincsen légtere, de ilyen légi azonosítási zónába napi rendszerességgel lépnek be kínai katonai repülőgépek, helikopterek, tehát hogy folyamatosan megy ez az úgynevezett szürke zónás hadviselés a két ország között, illetve leginkább Tajvan ellen Kína részéről, úgyhogy ehhez egyébként már nagyrészt hozzászoktak, hogy itt vannak ilyen katonai nyüzsgések. Az, hogy ez ugye meddig eszkalálódik, és leginkább talán, hogy mikor és hogyan eszkalálódik, na arról folyamatosan megy a párbeszéd, folyamatosan megy a véleménycsere szakértők, tajvani szakértők és nyugati, elsősorban amerikai szakértők között.
És milyen most az amerikai jelenlét Tajvanon? Tehát a társadalomnak és a közigazgatásnak minden szegmensében jelen van, vagy meddig sikerült kiépíteniük a hídfőállásaikat az amerikaiaknak ebben a szigetországban? A Tajvan-amerikai viszonyrendszer is egy bonyolult viszonyrendszer, de most, ami az elmúlt időszakra elmondható, az, hogy történelmi léptékben fejlődnek a két oldalú kapcsolatok Tajvan és az Egyesült Államok között. Ez nyilván, hát ugye ennek elsősorban a mozgató ereje, mozgató rugója az Egyesült Államok és Kína közötti viszonynak a megromlása, amiből következik a tajvani kapcsolatok jelentős javulása, és ilyen egészen elképesztő szintű dömping van. Pont a napokban itt nálunk az egyetemen tartott előadás, de a tajvani külügyminisztériumnak az észak-amerikai főosztályának a vezetője, és ő mutatott egy statisztikát, miszerint azt hiszem tavaly január, tehát hogy 2021 januárja óta a mai napig összesen 67 bilaterális dokumentumot írtak alá a tajvaniak és az amerikaiak, ami ilyen egészen elképesztő, folyamatosan gyakorlatilag jönnek az újabb és újabb. Tehát ez már nem csak a civil szférával kötött különböző támogatási formák vagy projektek szintjén marad meg, hanem annál jóval komolyabb. Ja, persze, igen. Tehát ugye a terepet kevés ismerő hallgatók számára, ugye említsük meg, hogy Tajvan és az Egyesült Államok között nincsen hivatalos diplomáciai kapcsolat, mint ahogy a legtöbb ország, így Magyarország és Tajvan között sincs, de vannak úgynevezett képviseleti irodák, van egy ilyen rendszer, egy ilyen struktúra, amiben kvázi diplomáciai kapcsolatot fent tudnak tartani ezek az országok. És ugye itt mindig a Kína az ilyen idegesen figyeli azt, hogy mennyire feszegetik egyes országok ezt a együttműködési, nem hivatalos együttműködési keretet. És hát az Egyesült Államok az ugye ez is egyfajta diplomáciai erődemonstrációként jelezhető lépésként, stratégiaként folyamatosan feszegeti ezt a struktúrát újabb és újabb együttműködési megállapodások, újabb és újabb közös projektek tető aláhozásával. És ami még talán érdekesebb az, hogy most már nem csak az Egyesült Államok és Tajvan közötti kapcsolatokról van szó, de az Egyesült Államok nyomást gyakorol a saját szövetségeseire is, hogy bővítsék a kapcsolatot. Hát ennek is van egy intézményi rendszer, egy keretrendszere. Tehát itt már ugye szépen hízig bővül ez a Tajvan egyre inkább támogató, és az esetleges kínai agressziót egyre hevesebben elutasító nyugati demokráciáknak a köre. Még nagyon elment az időnk, de még talán egy kérdésre van időnk, ez pedig a Covid-dal kapcsolatos, újra felütötte ugyanis a fejét a koronavírus Kínában, tömeges tesztelések kezdődtek, és bár a legutóbbi nyilatkozatok alapján sikerült meggátolni a robbanásszerű megugrását a megbetegedéseknek, Sánkányt mégis nemrég vesztegzár alá vonták, ez már egyébként egy rutinszerű protokoll alapján zajlik, vagy mit lehet elmondani mondjuk a védekezés jelenlegi állásáról Kínában? Van erre rutinszerű protokoll, igen, amit kialakítottak még a Covid járvány első hullámaiban, de amit most látunk, az azt jelzi, hogy ez a rutinszerű protokoll ez nem egészen úgy működik, ahogy kellene. És valóban jó, hogy említed ezt a kérdéskört, ugyanis ez azért sokak szerint, és talán szerintem is egyfajta ilyen döntő lehet, ilyen game changer lehet ebben az egész kelet-ázsiai, Ázsia-csendes óceáni dimenzióban, hiszen olyan képsorokat láthattunk és hallhattunk Sánkhájból, amik azért ebben a kultúrában és Kínában különösen nagyon ritkák. Tehát az, hogy ilyen védőruhás rendőröket, vagy rendőröket lögdössenek civilek, az, hogy nyíltan szidják a kínai kommunista pártot civilek, ahhoz nagyon, nagyon nagy bajnak kell lenni, az ritka. És azért ez mindig egy olyan szituáció, amikor a párt is biztos, hogy azért visszállép egyet-kettőt, és akkor megnyílsz, hogy na, akkor most mi van. Tehát, hogy ez egy érdekes helyzet, most az elmúlt, nem tudom, egy hétben én nem láttam, hogy nagyon nagy baj lenne, vagy hogy ilyen szintű népmozgások lennének Sánkhájban, vagy máshol. De az látszik, hogy az emberek már nagyon unják ezt az egészet, és az is látszik, hogy megint csak visszacsatolni az a korábbi megjegyzésemhez, hogy a kínai kommunista pártnak a rövid távú taktikai az ilyen vészhelyzeti, krízis kezelési képessége, na az nagyon gyenge. Tehát ebből is látszik, hogy
hogy igazából ezekkel a helyzetekkel nagyon nehezen tudnak mit tenni, és ezt a COVID nagyon szépen bebizonyította, hogy egyrészt a járvány kitörésekor ugye lassú volt a reakció, lassan léptek, ebből lett egy elég nagy nemzetközi botrány, a hitelessége a pártnak az jelentősen csorbult, és akkor most meg azt látjuk, hogy most nem tudnak kijönni belőle, tehát már zéró COVID politika van, annak ellenére, hogy már a félvilág, sőt már az egész világ túl van az egészen.